Jó napot, kedves nézőközönség! Avagy ügy ismét. A Wagner lázadás részleteivel jelentkezünk. Legendájával mondhatni. Igen, megpróbáltunk utána nézni minden apró részletnek, és végig fogjuk venni először, hogy mi történt konkrétan ebben a nagyjából 24 órában. Utána pedig a... 36-48. Vitatható, hogy pontosan mennyi Igen, volt a az időtartam. Kezdése az vitatható mindenképpen, és utána pedig az előzményeire, hogy mik voltak az okok, illetve a következményekre is ki fogunk térni. Illetve lesznek nagyon furcsa, érdekes belarusz és egyéb kapcsolatok, meg más világpolitikai színezetek. Ez a felvétel amúgy most ki kell jelenteni, hogy június 30-án pénteken készült, tehát még nagyon friss a dolog. Én javasoltam a Hubának, hogy nagyon gyorsan dolgozzuk fel, bár amúgy is terve volt véve egy felvétel a mai napra, de... És ugye ez szerény hajlékomban készül, tehát nem a Huba művektől jelentkezünk. Miklósféle sasfészek. Igen. Az Adlerhof. Na, jó, akkor csapjunk is a lovak közé. Számomra az egész úgy indult, hogy békésen a szomszéd helységbe ebéd utáni mosogatást végeztem egy szombati napon, egy kevesebb, mint egy hete. Csörög a telefon, és hát Huba szól bele, hogy a Voronyezs felől érkező helikoptereket a rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint le kell lőni, vagy valami ilyesmi. A rendkívüli helyzetek minisztériuma pont fordítva gondolta, szóval, hogy Voronyezs felé haladó gépjármű konvojra tüzet kell nyitni minden helikopterre. Igen, igen. Tehát, és én teljesen meg voltam döbbenve, mert hát az, hogy Prigozsin egy eléggé sajátos fazon, azt már tudtuk, de ezt még én sem vártam volna tőle, de majd igyekszünk a mélyre ásni, hogy is jutottak a dolgok idáig. Na de kezdjük az eseménytörténettel. Prigozsin... Ami maga is zavaros. Egy-két ponton még. Igen, de már rengeteg információ van, szóval kétségkívül előrébb tartunk, mint 24-én, amit láttunk belőle. 24-e az nagyjából fix, a 23-a az, ami zűrös, meg hogy előtte mi volt. Hát 24-én is vannak azért gyengébb pontok. Igen, 23-án Prigozsin elmondása szerint azért ment oda a Wagner Rostovba, elmondása szerint ugye oda mentek. Vagy már ott voltak. Hogy tiltakozzanak az ellen, hogy egy ugye július 1-ével a Wagnert fel kellene számolni, meg kellene szüntetni. Hát, pontosabban ugye kihoztak az oroszok egy törvényt, ami nyilván nagy részt a Wagner ellen is irányult, június 10-e tájéken, a július 1-től mindenkinek, aki eddig ilyen katonai magánvállalatnál, magánhadseregnél, csecsen haduraságnál dolgozott, hivatalos szerződést kell kötni a Védelmi Minisztériumban. Most ezt a csecsenek megtették, a Wagnernél Prigozsin meg bele és úgy csinált, mint hogyha rá ez nem lenne érvényes, és hát ez így látszott, hogy ez viszont nem fog menni. Igen, a Wagneren kívül amúgy még van néhány ilyen nagyobb zsoldos vállalat, szám szerint talán 5. Talán. A Wagnerhez képest persze picik kimondottan, ők aláírták. Van a Patria, meg a Gazpromnak a saját maga biznisszel, meg is, igen. És hát az lett volna a lényeg, hogy folytatva a történetet, az okokra majd rátérünk később, hogy elérjék azt, hogy ez mégse történjen meg ezzel a tiltakozással, ami Prigozsin elmondása szerint rendkívül békés volt. A felvételek tanúsága szerint ugye egyrészt géppuskafészkeket telepítettek, másrészt aknákat is lehet, hogy lehelyeztek, szóval úgy teljes mértékig nem volt ez... Hát igen, az biztos, hogy nagy utcai harcok Rostovban nem voltak, Prigozsin besétált, elfoglalta a déli katonai körzet főparancsnokságát, különösebb lövöldözés nélkül, ez fix. Tehát a videó van, hogy oda lényegében bebattyog is. Igen, alapból lehet, hogy tárgyalni ment igen. Oda. És nagyon bonyolult, hogy minek hogy volt, az biztos, hogy a városban nem volt komoly ellenállás, lehet, hogy volt lövöldözés, állítólag ott a TV rádió átjátszott, mondogatták, hogy aha. Mit is, a... Rossz Telekomot, vagy igen, igen, Rossz Telekomnál volt ott, ugye, ezeket azért szokás belügyi egységekkel őiztetni, ilyen spanyol polgárháborúban, más ilyen zavarosabb helyzetekben is általában ilyen pontokon indultak a cirkuszok, hogy azt mindig őrzi valaki, és akkor más meg be akar menni, és nem akarja engedni, de Rostovban olyan nagy pánik, meg káosz láthatólag nem volt, mert én tényleg magam is láttam felvételeket még az események alatt, nem utána kijött,
mindenfajta média felületeken, hogy hát ott a lakosság sétálgatott, mászkálgatott, működtek a dolgok, annyi volt, hogy a közintézmények úgy félig meddig behúzták a redőny, de még az se egészen, illetve a kormányzó nyugalomra szólított föl meg, hogy mindenki menjen haza, ezt nem tartották be, ment a normális utcai forgalom, boltok csökkentett nyitvatartással, de nyitva voltak, amit állítólag lehetett érezni, nem voltam ott, nem tudom, hogy a benzinkutaknál eszméletlen sorok voltak, és ennyi, és látszott azért tényleg a felvételekre, hogy ott a Wagner-esok azért fraternizált a lakosság egy része. Látszott, hogy nem ilyen fújolás, meg sára dobálás, meg egyebek vannak, mint mondjuk a 91-es moszkvai KGB pucsnál, hanem ilyen, jó van gyerekek, most akkor izé, meg ilyen vigyorgó fotózkodások, meg egyebek, tehát nem volt. Ez hozzá lehet tenni, hogy akkor még nem is lehetett látni, igen, hogy mi lesz belőle, igen, lesz, igen. És a Wagner ugye nyilván a bakhmuti győzelme révén is népszerű volt. Illetve én még olyat is láttam, hogy a tank konkrétan virágokkal volt feldíszítve. Na most ez, hogyha a helyiek úgy érték volna meg, hogy őket itt szörnyűségesen elnyomják, akkor valószínűleg inkább valami holokkeresztet filkálnak a harckocsira, vagy valami ilyesmi nem virágkoszorút pakolnak föl rá. Azt azért nehezen tartanám hihetőnek, hogy a Wagner zsoldosok rájövő szabadidejükben virágokat gyűjtögettek és rakosgattak a tankjaikra, úgy idegen lenne tőlük. Igen. Igen, és hát ezután történt egy fordulat, ami kissé homályos. Vagy már előtte, ez is lehet. Prigozsin utólagos elmondása szerint ekkor történt, hogy az ő elmondása szerint a teljesen békés tüntetésükre válaszul a haderő rakétacsapást, valamint helikopteres légicsapást eszközölt a Luhansk környéki bázisuk ellen. Most ez vagy igaz, vagy nem. Huba inkább hajlik rá, hogy ez annyira nem. Én inkább hajlok rá, hogy inkább igen. Én szerintem lehetséges az, hogy ez az egész légi csapás váltotta ki már magát, ezt a bevonulást is Rosztovba. Lehet, hogy nem tudjuk. Szerintem volt. És szerintem ez arról szólt volna, hogy ezt majd a korábbiakban, vagy bocsánat, későbbiekben kitárgyaljuk, hogy Sojgu és Prigozsin között már nagyon-nagyon régóta egy nagyon durva adókapok ment, teljesen személyes szinten. Szerintem hihető azt, hogy Sojgu megpróbálta kinyírni Prigozsin, Prigozsin meg megpróbálta ezüst tárcára rakni Sojgu fejét. Hát azért Prigozsin elmondása alapján úgy néz ki az idősorrend, hogy azért előbb volt a rosztovi bevonulás, és utána volt a rakétacsapás, és utána azután indultak meg, igen, Moszkvába. Úgymond ezen a az igazság menete. Abszolút igazságtalanságon. Igen, tehát az a Dragnak Osten helyett Dragnak Moszkvau, hogy németesen fogalmazzak. Itt azért azt hozzá kell tenni, hogy egyes hírek szerint, és ez is egy prigozsinos információ, tehát nem megbízható, de ő az első őrgyöngő ilyen telegram bejelentkezésében, valamikor 23. a 24. éjjelén, arról ordibált, hogy azon kívül, hogy elárulják Oroszországot, és ő majd megmenti, meg hogy az elit az életre él a jólétbe, és ezek ilyen szellemi degeneráltak, akik nem fogják föl, hogy így nem nyerjük meg a háborút, és hogy őket az nem érdekli, meg hogy 10 000 halnak a katonák a front. Tehát sok igazság volt abban, amit mondott, de láthatóan nagyon exaltált volt. Nem tudok oroszul, tehát én csak az én átiratait ismerem. Láttam ezt az darabot belőle, az látszik, hogy teljesen be van gőzölve. Ezek ilyen ugye videós rádió bejelentkezések voltak. Kubájtása szerint néha még a csapból is ezt folyt, tehát valahogy meghekkelték az állami adót is. Hát lehet, hogy ezért kellett nekik a Rosztovi telekommunikációs központ, hogy onnan ezt föllőjék, tudod. Hát nem tudom, hogy az nem a Rossz Telekomnak ez konkrétan mekkora létesítménye volt, mit tudott, mit sem. Hát azért, figyelj, egy dél-oroszországi központ. Nyilván megvannak amúgy a saját média eszközei Prigozsinnak ehhez amúgy is, vagyis meg voltak legalábbis. Igen, na mindegy, tehát azt mondta abba, hogy és Sojgu gyáván elmenekült este 9-kor Rosztovból. Mármint még 23-án. Na most ez nekem azt indukálja, amit majd kibontunk a későbbiekből, hogy valószínűleg itt első körben szó se lett volna tényleg moszkváni menetelésről, hanem egy Prigozsin-Sojgu párviada zajlott, vagy előbb volt a légicsapás, vagy később, és vagy Prigozsin alapból úgy indult neki, hogy Sojgu fejét
Frostovba ezüst tárcára akarja rakni, aztán kitenni a vitrénbe, vagy valami, de ott kezdődött valami. Na most szerintem Sojgu tényleg ott volt. Tervei Prigozsinnak volt egy nagyon egyszerű, hogy oda megyek, kinyom a fenébe, és kész. Hát, Sojgutól nem lett volna. Túl okos ötlet tényleg ott lenni. Szerintem tényleg ott volt. Minden esetre a helyettese Janusz Bek, Jevkurov. Aki mellékesen egy nagy poén, mert ugye Sojgu egy tannó tuvai barbár, nagy orosz hadügyminiszterként, Janusz Bek, Jevkurov pedig egy ingusföldi muzulmán barbár. Tehát, hogy elég érdekes az orosz hadügynek a vezetése tényleg így etnikai szempontokból, hogy persze ez egy birodalom, de azért megnéztem volna, hogy a 19. század végi angol hadügyeket hogy irányítja egy indiai, meg mondjuk egy bantu néger. Nem biztos, hogy lett volna. Hát azért ilyesmi. Ez a hasonlat sánt. Jó, rendben, de akkor egy indiai muzulmánt mondok meg egy hongkongi félvért. Jó, tehát az jobban megfelel? Na... Tehát azért elég sajátos, maradjunk ebben. Jó, továbbá rajta kívül ott volt Vlagyimir Alekszejev, aki a helyettes vezérkari főnök volt, korábban amúgy a GRU-nak a parancsnoka. Igen, és hát ők vagy ott maradtak tárgyalni Prigozsinnal, vagy Sojgu elutasította őket, vagy kvázi túlszulejtették őket a főhadiszálláson, ez nem egészen egyértelmű. Szerintem nagyon lehetséges, hogy Sojgu elmenekült, és hősiesen azt mondta, hogy tehát akkor Janusz Bek, Jevkurov meglapátolja a kutyakakit, amit ő hátra hagy, és próbálja meg valamit csinálni. Egy dolog viszont tuti, és ez nagyon jól kiderült a forrásokból, hogy Putyin ekkor még nem tudott semmit. Ezt utólag Lukasenko is megerősítette, hogy hát ő és Putyin békésen el voltak elnökökként, mindenki a maga kis elnöki rezidenciájában 23-a, 24-e éjjelén, és mindenki az igazak álmát aludta, szó szerint ezt mondta, tehát nem tudtak semmiről. Tehát ez egy elég csúnya meglepetés lehetett, hogy elnökem, van egy kis gond. Mi támadnak az ukránok? Hát nem támad a Wagner. Hol? Hát te mindenhol? Tehát ez nem lehetett egy kellemes hát ébresztő. Holott ugye tudni kellett volna igazából a leginkább profetikus ebben az értelemben Igor Grikin-Strelkov volt. Igen. Ő május 27-én már beszámolt arról, hogy Prigozsin pucsra készül, ez ugye azt támasztja alá, hogy azért lehet, hogy mégse csak annyira hirtelen felindulás vezette. Hát valami tervek voltak, állítólag az FSB meg a GRU is ezeket érzékelte, hogy ezeket mennyire jelentették följebb, azt nem tudjuk, valószínűleg nem nagyon. Ezt utólag állították, hogy érzékelte, csak azért szerintem, hogy ha már az amerikaiak azt mondták, hogy ők tudták, akkor ők is mondhassák benyögték, azt, hogy mi is tudtunk. De azért lehetséges, ezt mondtam a Hubának poénkod, hogy lehet, hogy a GRU-ban tényleg voltak erről információk, de úgy voltak fel, hogy na, írunk egy szigorúan titkos jelentést, aztán azt vasárnap odaadjuk az elnöknek. Mert nyoma az, de ilyen legyen. Igen. És hát közben jött az akció. Hozzátenném, hogy a GRU viszonylag erősen kötődik a Wagnerhez, a vezetői azért jelentős részben a GRU-ból kerültek. Lehet, hogy kaptak egy kis kacsintást, hogy gyorsan lépjetek, fiúk. Mert... Igen, régebben a felszerelés is egyértelműen a GRU-tól jött, a kiképzés is kezdetben GRU mellett. Nagyon kompatibilis, lehet, hogy volt egy kis jó indulat, hogy jó, akkor van egy kis időablak, amíg még nem küldjük ezt föl. Lehet az is, hogy Prigozsin ezt későbbre tervezte, csak megtudta, hogy visszafelé is járult az információ, egyszer megtudta, hogy kezd kiszivárogni. Nem tudjuk, nagyon sok itt a zavar és az ellentmondás. Nagyon sok a nyugati ilyen pletyka szintű szöveg. Az olaszok meg ezt érthetőleg annyira nem kommentálják. Nem is tudunk oroszul, tehát így nem tudunk erre. Hát ennyire, keveset. Igen. Hát én az adjátok meg magatokaton kívül nem sokat. Meg a sztoj, meg a pányi múj, tehát nem viszem túlzásba. Így is szudáz a gyere ide, tehát ez menne, de meg hát káromkodni persze mindenki minden nyelven tud. De a lényeg az, hogy valami ott volt. Igen, valami bombázás. Az vagy történt, vagy nem történt. Ugye engem ami elbizonytalanít az, hogy erről posztolt a Wagner felvételt, amin nos hát lényegében semmilyen
tényleges pusztítás egyértelműen nem kivehető. Jó, de hogyha az egy célzott likvidás akart lenni, és egy darab autót lőttek széjjel, akkor hát az 30 halottja volt Prigozsin szerint. Jó, de hát attól az még lehetett egy célzott likvidási kísérlet ellene. Úgyhogy utána majd lejelentik a főnöknek, hogy hát főnököm, az oroszok bázisán kinyírták a Wagner vezért, az ukránok. Érted? És akkor ő már, ha minden igaz, Rostovban volt. Szóval egy kicsit zavaros a dolog. Igen, zavaros. Minden esetre miután Rostovban ez az elég nagy felforrulás beállt, hogy ugye Yevkurov kapcsán azért jelentette a Wagner is, hogy elfogták. Hát igen, szóval, lényegében túszul ejtették. Szóval egy dolog az, hogy utólag is azt mondják, hogy tárgyaltak vele, mert ő túszul ejtették. Ilyesmit is, de akkor még lehozták posztban, hogy igen, őt már elfogták, és ugye Solygu lesz a következő. És Huba nekem ezt így is kommentálta a 24-én délután, hogy Solygu helyettesét már elfogta a Wagner, és ez mutatta, hogy hát ez azért katasztrofálisan súlyos, nem valami kis zendülésecske. Na most utána volt a következő etap, hogy elindultak ugye Moszkva felé ez a legendás igazságmenete. Most ez ugye azért vicces, ezt a Huba ma mondta nekem, hogy valószínűleg azért nem Rostovból ment a csipet csapat része, szóval hanem Luhanskból. Nem az 1100 kilométeres udat tették meg, hanem Prigozsin maga is 780 kilométerről beszélt, mondjuk az inkább a légvonalban mért távolság. Meanderezett az út, ez az M4-es autópálya Moszkva felé, ami Rostov-Moszkvát köti össze. Hát igen, azért szép futam volt. Azt azért tegyük hozzá, hogy nagy ellenállásban menet közben nem ütköztek azért. Ott is azért, hogy a csapatok egy része félrehúzódott, fraternizált, nem csinált semmit. Egy hely volt, ahol ellenállásban ütköztek, ugye Voronyezs kiesett. Meg hát na. Sok úgymond üres térség volt, ahol eleve hát nem tartózkodott érdemi katonai erő. Igen, hát ez mutatja azért, hogy az oroszoknak a hadseregének az a diszlokációján van még mit javítani. Meg azért az is vitatható, hogy mennyien vettek részt az akcióban, mert Wagner, Prigozsin 21-2000 ember összeveget. Hát 25 ötről, mondjuk. Igen, ezt sokan. De ajánlak. Ő is hozzátette utólag, hogy senkinek nem volt kötelező a részvétel, csak aki úgymond szeretett volna. Ezt azért teljesen nem hiszem el. És sőt, én azért olvastam olyat, hogy állítólag a Wagner felső vezetőinek egy része is azért tartott ki mellette, mert első körben ott is csak arról volt szó, hogy hát akkor gyorsan egy ilyen Solygu bácsit lefejezzük, és akkor utána mindenki mehet haza. Tehát, hogy egy ilyen kis klikharc, semmiféle moszkvai menetelésekről, meg ilyenekről, akarat diadaláról még nem volt szó. Igen. És azért azt tudni kell, hogy a Wagner vezetőknek a nagy részének nagyon rossz élményekkel kellett távozni az orosz hadsereg kötelékéből, jelenzően letöltendő börtönbüntetések után kisebb-nagyobb stiklieikért, mint a szolgálati lakás elprivatizálása, meg emberrablás, meg a katonai készletek eladása, meg sikkasztás, meg ilyenek. Tehát ott a jó indulat azért nem nagyon van Solygu mester irányába, mert nem kedvelik. Valószínűleg a sereg más szegmenseibe se annyira. Hát igen, Solygu, ugye annyira nem egy katonai lángész, hogy úgy fogalmazom. Hát meg nem is igazán katona. Tehát ő ugye 91-től 2012-ig a csak és kizárólag Oroszországban létező rendkívüli helyzetek minisztériumát vezette, mint Jelcin elnök személyes fullajtárja és megbízható harcostársa. Tanú tuvai barbárként, akiben az elnök megbízhat, meg úgyse tud a helyére ülni, meg hasonszörű szibirka, mint ő. És ennyi. És azt tudni kell, hogy ez a rendkívüli helyzetek minisztérium az ilyen katasztrófa védelem, de annak azért páncélosai vannak, helikopterei vannak, tehát az a 93-as moszkvai zűrzavarban a Solygu azért nagyon jól jött Jelcinnek, hogy ott fegyvereket tudott osztogatni, meg csapatokat mozgatni, akik Jelcinhez voltak hűségesek. És hát megörökölte Putyin támogatja 2000, sőt már 99 óta, régi bútordarab, de nem egy hadvezér, ez látszik. És nem is egy szabályos katonai vezető, hanem persze egyenruhát hord, de tehát nem népszerű, maradjunk ennyibe a fegyveres testületekbe. Nem egy igazi tábornok. Igen, szóval a Wagner megindult, maximum 8000 főbe eltett részt benne, ez a brit hírszerzés becslése, a donetszkiek 5000 főt becsültek, ami részt vehetett ebben a nagy igazságmenetben. Hát én 4000-et hallottam első hullámnak, és valószínűleg volt mögötte egy második hullám, ami nem ment el egészen Moszkva alsóig.
Tehát ez a 8000, ez így stimmel. És a legnagyobb oszlop, amit beazonosítottak, az ilyen 150 járműből állt, tehát az nagyjából 2000 ember körül lehetett. Hát állítólag 4 oszlop volt, igen, ezt nem lehet tudjuk, tudni. Azt se tudjuk, hogy pontosan milyen útvonal mozogtak, az nagyon látszott, amit térképen jelöltek, hogy tényleg egy ilyen irány az előre, az egyenes, teljesen szinte nyíl egyenesen, persze kacskaringozott, ahogy az út is, Moszkva felé, mint egy ilyen Ceruza hegy, vagy egy ég. Tehát semmilyen, foglaljuk el ezt, az is nagyon látszott, hogy sehol nem fogtak el civil kormányzót, nem foglaltak ez, mert tényleg 24-én, 25-én látszott, hogy nem foglaltak el közigazgatási épületeket. Nem nyitották ki a börtönöket, nem osztogattak fegyvert a civil lakosságnak, pedig fegyverük annyi volt, hogy belefulladtak volna. Egy csomó katonai raktárat elfoglaltak. Voltak orosz katonák, akik csatlakoztak hozzájuk, ez tény. Voltak olyanok, Voronyezs alatt, akik próbáltak ellenállni. Nem. Hát, volt. Ugye ez egy vitatott dolog, mert Prigozsin szerint sehol nem álltak neki ellen szárazföldön. Prigozsin azt is mondta eleinte, hogy egyetlen halott se volt, aztán kiderült, hogy több tucat. Jó? Tehát azért Prigozsinnak a szövegét nem, kezeljük. Prigozsin szerint 30 halott volt a légicsapba, és az első 23-ai légi, illetve rakétacsapás miatt, utána viszont a 24-ei helikoptercsapásban, amiről mindjárt beszélni fogunk, abban csak sérültek voltak, illetve ketten az átállt katonák közül meghaltak. Jó, de Prigozsin azért 25-én este éjfélkor, amikor ezt én magam hallottam, fordításban volt persze, de magamat, ott azt mondta, hogy egyetlen csepp veszteség nélkül ők ezt megúszták. Hát ezt később is fenntartotta, mert az átálltakat nem tartott jó, a saját jó, csak mondom, meg a orosz kormánypárti erők vesztesége is, hogy azt mondták, hogy 12 főt vesztettek, aztán ott már ott is most azért bevallották, hogy 30 valamennyi volt az a 12. Nem, de a 13-nál tartom. Nem, a legfrissebben már 30-at írtak. Bocsi, most néztem meg. Pár perce. Ott már 30-ot írtak, meg a Wagner-nál is először azt mondták, hogy egy darab uazuk ment tönkre, most már ott tartnak, hogy volt ott kamaz, uaz, nem tudom mi, felvételek jöttek ki, hogy ott azért... Hát ugye 5 jármű véget, kicsak ugrálunk az időben, ahelyett, hogy lineálisan haladnánk. Jó, csak úgy zavaros, tehát ezt próbáljuk érzékeltetni, az biztos, hogy Voronyezsnél valami csetepatéz zajlott, ott kigyulladt a központi olajfinomító és üzemanyagraktár, ami magától nem szokott igen, kigyulladni. Csak az mind Prigozsin, mind az orosz haderő cáfolja, hogy egy szárazföldi csetepaté zajlott nem, volna. Én azért hallottam azt, hogy ott eléggé lövöldöztek, csak az a reguláris hadsereg gyorsan feladta, és nem akart nagyon szembeszállni. És a kormányzó szövegei is, ezt viszont megnéztem, eleinte még arra biztogatta a voronyezsi kormányzó lakosságot, hogy építsen barikádokat, meg álljon ellen a Wagnernak, aztán amikor Wagner bevonult a városba, akkor hirtelen azon kezdett óbégatni, hogy akkor csend, béke, nyugalom, és mindenki maradjon otthon, és bekkeljük ki, és legyünk nagyon óvatosak, és ne csináljunk semmit. Tehát ott azért próbálkoztak volna ellenállással, nem sikerült. Az biztos, hogy a Wagner a laktanyákba bevonult, a légibázisra bevonult, szerintem a légibázist... A légibázis biztos, a többi nem biztos. De a légibázist valószínűleg nem puskalövés nélkül szerezte meg, amikor láthatod, a légierő volt az egyetlen a haderő nemek közül. Prigozsin szerint nem volt szárazföldön egy lövése. Jó, lehet, hogy nem, lehet, hogy hamar elszaladtak, nem tudjuk. Tehát nagy harc tényleg nem volt. Folytatták tovább észak felé. A B verzió szerint az orosz katonai rendészek a Voronyezs felé vezető utat elállták, és emiatt a Wagner úgy döntött, hogy nem ütközik meg velük, hanem kikerüli őket. A Wagner olyan ijedős. Nem ijedős, csak nem akartak elméletileg fölösleges csatározásokba belebonyolódni. Így folytották tovább az útjukat Lipeck irányába. Ez ugye Moszkvától 201 néhány kilométerre pont délre van, tehát a Wagner Voronyezstől nyíregyenesen észak felé. Én már azokban a napokban azon poénkodtam a Hubának, hogy hát ez nagyon olyan, mint a fehérek orosz párhuzamban, a fehér gárda 1919 őszi támadása, amikor Voronyezstől Mamontov Atamán néhány ezer kozákkal egészen Tuláig jutott. De azért bevenni nem tudta Moszkva, tehát utólag kiderült, hogy ez egy elég jó párhuzam volt. Igen. Igen, és? Előre szaladtak. Igen. És amire ott Voronyezs körzetében valóban bizonyosan sor került, az, hogy a
az orosz csatahelikopterek megpróbáltak rajta ütni Igen. ezen a konvojon, csak hogy ennek a konvojnak eleve voltak pensírlékvédelmi rendszerei, amikről nem feltétlenül tudott a hadvezetés, habár Igen. ha nézték volna a délelőtti Hát, videófelvételeket, azokon már látszottak. igen. Tele voltak páncéltörő és légvédelmi fegyverzettel. Tehát az ordított, hogy dugig vannak benne. Igen, és hogy elég sok gépet vesztettek, emiatt egy IL-22M Irányító. felderítő irányítógépet, Igen. három darab Mi-8 Nyolcast. MTPR-1-es elektronikai hadviselési helikoptert, Mondjuk, hogy ezek közül az egyik csak hogy megrongálódott. ezeket ott bevetették, az az elbaj, ne továbbim az Mi-8-ast, azt, hogy AK-val le lehet lőni, hogyha A jól másik eltalálnak. kettő megsemmisült, egy Mi-8-as szállítóhelikoptert, egy K-52-es, illetve egy Mi-35-ös Hát ezek ugye csatahelikoptereket. csatahelikopterek, ezeket nyilván azért Azokat komoly... célszerű volt be Igen. vonni. Hát Később... ezeket nyilván komoly légvédelmi fegyverzettel kellett leszedni, mert azért egy hindet te nem lősz le AK-val. Elektronikai adéshelyes helikopterek elméletileg a légvédelmi rakétákat van, amikor ki tudják volna. Téríteni, Igen. De ez nem jött, nem össze. Jött össze korábban az ukránokkal szemben sem annyira ugyanennek a típusnak. Ott Bergyanszk térségében, amikor ott volt az ukrán légvédelemnek ez a határon túli átlövő akció, amiben ugye négy gépet vesztettek az oroszok, és hát ezúttal sem jött össze. Hát meg ki tudja, hogy nem bütyköltek egy kicsit azért azokon a rakétákon a Wagner-esek, ilyen a saját házi spéci, hogy ne olyan legyen, mint a... Hát szerintem nem rakéta mérnökök, ez máshol sem működött túl jól. Azért a csecsenek is bütyköltek mindig a rakétáikon, ezt te is És tudod. Ezen kívül, ami még egy másik dolog, hogy az IL-22M valószínű, hogy nem velük foglalkozott, ez később csak belekeveredett szegény. Éppen Ukrajna irányából tért vissza, az és ezt később szegény. Kérdezték is Prigozsintól, hogy hát ezt miért lőtték le, és Prigozsin hát úgy nyilatkozott, hogy az a bolond légvédelm is mindenre lőtt, amit látott. Ez valljuk be azért milyen éles helyzetekben logikus, ja. főleg ha megbombázták Igen. őket korábban. Tehát ez is ismét azért a korábbi bombázás némileg alátámasztja, hogy idegesek voltak. Igen, és mint az előbb egy picikét előreugorva mondtuk, öt járművük kiégett a Wagnernak, valószínű, hogy a helikoptercsapás következtében. Hát meg ki tudja, hogy és mint, mert egy UAZ-nak a kiégése az bármitől lehet, az nem kell egy helikopter. Hát igen, igen. akármilyen autó igen. kigyulladhat, felrobbanhat, igen. kiéghet. Igen. Sajnos igen, vannak tapasztalataim az ügyben. Igen, nekem is, én az UAZ-okkal kapcsolatban is azért némi ismerettel rendelkezem, hogy akkor fogni kell az ajtaját, hogy le ne essen, az élmény. Hát igen, a Wagnernek a jármű flottája amúgy se volt a legeslegjobb állapotú, azért rengeteg régi szovjet hát, régi jármű maradvány volt köztük, használt, azok közül is beavatott. Az olcsóbbak közé igen. tartozók közül viszonylag sok. Igen. A Wagneri jármű flotta terén sohasem volt egy túlságosan elit egység. Hát ők gyalogharcolnak, kész. Igen, igen. Igen. Amúgy ami még érdekes, hogy közben 24-én persze voltak más események is, nem csak hogy a Wagner vonult, az az egyik még, hogy hát Kadyrov persze megint elő akarta adni a fényes kaukázusi herceg fehér lovon megmentő szerepkört, és elkezdett nagyon szokásos ilyen youtuber meg egyéb stílusába észt osztani, hogy jó, hát itt Prigozsin az áruló, és ő majd megbünteti, és hát el is küldte az Akhmat speciális egységet, állítólag szintén a frontról, bár én hallottam olyat is, hogy még Csecsenföldön is küldött nekik erősítést, hogy hát Rosztovba menjenek és vágjanak rendet, na most oda is mentek a csecsenek, aztán ez már egy 24-én este kiszivágott, és 5-én lényegében meg is erősítették, hogy és nem csináltak semmit. Hát igen. A csecsenek odavonultak, és... Csecsenek néhány más nemzeti gárda egységgel igen. kiegészülve kicsit bementek oda a külvárosokba, aztán megálltak. Megálltak, és nézelődtek, és előttőleg 500 méternél nem mentek közelebb. Hát a saját Wagner, bevallások se, szerint igen. volt, ahol 5-700 méterre is megközelítették a Wagner vonalait, de annak ellenére, hogy ugye Putyin előzőleg, amikor árulásnak minősítette a Wagner zendülését, akkor parancsot adott egyben, hogy harcoljanak Beljék ellene. Igen.
ehhez képest azért csecsen egységek valamiért ezt mégsem teljesítették teljes hát mértékben. Hát az orosz csapatok meg még ennyire se, és az is azért nagyon jellemző, hogy Putyin mire ezt árulásnak minősítette meg. Prigozsin ellen elindítottak egy, mit tudom én, hány százas törvény értelmében egy ilyen hazaárulás. Először csak a vád az volt, hogy fegyveres felzendülés, szítás, aztán már egyenes, hogy vezetése meg árulás. Az is azért már úgy 24-e dél körül volt kb. Az idő, mire ez mind megtörtént. Hát, igen, azért fel kellett készülni. Igen, tehát ez egy nagyon érdekes sztori volt, hogy láthatólag Putyin tényleg dejültékből villámcsapásként érte ez az egész. Uba, hogy gyönyörű mémeket is gyártott, szerintem ezt majd be fogja vágni, vagy nem tudom. Tehát ez egy nagyon sajátos, engem egy kicsit az ilyen 30-as évekből japán tisztika annak az ilyen szélsőséges pucs kísérte emlékeztetett, hogy jó, hát mész állogattam, meg őrjöngenek, aztán egy másfél napig eltart, amíg az államhatalom úgy dönt, hogy ez végül is lázadás, megöltek néhány minisztert, az kit érdekel, de most már fölgyújtottak valami minisztériumot is, na ezt azért már nem kéne. Tehát kicsit azért ez ilyen érdekes. Hát a japánoknál ez az élet természetes része volt, azért Oroszországban annyira nem de azért az jó, mostanában nem, de azért ott a cárizmusban nem voltak ritkák az ilyen palota forradalomszerűségek, amikor nem a rendszert akarták megdönteni, hanem a hatalmon birtokosainak a körén változtatást eszközölni. A cárt, azt sokszor nem lehetett úgymond hibáztatni. Pontosan. Rossz a tanácsadó, jó a cár. Valaki más volt a hibás. Igen, tehát ez azért nem, és itt is Prigozsin végig hangsúlyozta, hogy ő lojális a rendszerhez, nem akarja megdönteni, az elnökhöz is lojális, de hogy Sojgúnak a fejét ez is. Meg Gerasimovnak. És főleg Gerasimovét, igen. És itt jön egy újabb bizarr fordulat, hogy hát a Moszkvában azért ott elég nagy lett a káosz. Tehát az érdekes módon, hogy ahol ténylegesen történt valami Voronyezsbe és Rosztovna Donba, ott relatíve nyugalom volt, Moszkvában ellenben, hát a főpolgármester bizonyos Szergej Sobljanin, ő hát szükségápot, féleséget hirdetett, ilyen magyar rendkívüli helyzet, terrorveszély helyzethez hasonló valamit, elkezdtek páncélosok rohangálni az utakon, meg a rendőrséget sürgősen még jobban felfegyverezték, illetve hát a középületeket elkezdték elődítgetni, és ez emlett egy exodus indult, tehát általában Moszkvában nem lehetett repülőgépjegyet venni, mert aki lehetett, az felszállt, aki nem, a Moszkvától északra eső kormányzók külön bemondták, hogy senki ne jön autóba, mert olyan dugó van, hogy szinte a Volgáig ér, tehát onnan egy komoly menekülés indult meg, illetve ami még viccesebb, hogy hát az elnöki külön gép is rejtélyes módon Pétervárra repült, ezt a finnek hozták nyilvánosságra, az oroszok nem cáfolták meg, ők annyit mondtak, hogy hát Putyin nem volt a gépen, ez nekünk mindkettőnknek hihetőnek tűnik, ő valószínűleg a Kremlbe maradt. Eltehetőleg a famíliáját és a miniszterek egy részét, meg a pereputtyukat mentették ki. Hát igen, Sojgut valószínűleg menteni kellett. Igen. Az, hogy Putyin is hátravonult volna, az stratégiailag mindenképpen egy rossz döntés lett volna, és ez nem valószínű. Nem vallott volna rá. És erre két okból nem valószínű. Egy, állítólag én nem tudom, nem értek hozzá, de többen azt állították, hogy az a felvétel, amit ugye bejelentkezett a tévébe élőbe, az a Kremlbe készült. Nem értek hozzá, bárhol készültet. Másik viszont az, hogy ezt viszont tudjuk, több forrásból is, hogy Prigozsin folyamatosan hívogatta a Kremlt. És Putyin nem volt hajlandó neki fölvenni. De ott volt. Tehát, nagyon majd visszatérünk. Tehát Putyin valószínűleg nem ment sehova, de Moszkvában elég nagy lett a káosz. És az utca embere is, azért magyar tévében is lehetett ilyen interjúkat látni, hogy ott így, hát hogy fogalmam sincs, hogy mi történik, illetve a még érdekesebb hozzászólás az volt egy másiktól, hogy teljes az űrzava, a másik ülge-műge meg azt mondta, hogy hát Prigozsin azért mondott jó dolgokat, és hogy sok mindennel egyet lehetett érteni, amit csinál, de most azért túllőtt a célon. Tehát talán ez fogalmazta meg a legjobban így az átlagos moszkvainak a nézetét a dologról, hogy ezt azért nem kéne, de azért sok mindenbe igazán. Igen, amúgy vezetőktől is több nyilatkozat jött,
felszólították Prigozsint, hogy azért ez már kezd túlzás lenni, úgyhogy álljon állítsa le. Le. Nagyon érdekes volt ott is a szóhasználat. Ugye Armageddon tábornok, aki később szegény kapott is. Szergej Szurovikin. Igen, ő ugye azt mondta, hogy ne csinálja, maradjanak nyugton, ne. Tehát ő nagyon enyhén fogalmazott. A pártok is nagyon furcsán viselkedtek. Ugye Medvegyev, mint a Putyin, egységes Oroszország vezetője, és Putyin fő helyettese, ő persze ordítozott egy kört, vagy hazaárulás, és stb. Akik, de érdekes módon az egységes Oroszországnak a politikusai, meg a kormányzók mélyen kussoltak. Tehát akinek a területén zajlott a cirkusz, mondom, a Voronyezsi kivételével, aki eleinte handabandázott, aztán gyorsan fedezékbe vonult, és azt mondta, hogy mindenki maradjon az átartók mögött, és éljük túl. Az összes többi, hát nyugalomra intem a lakosságot, meg ne tartózkodjanak kint, meg bla bla bla, kerüljük a provokációkat, hát a moszkvai főpolgármester benyomta a gombot, de senki más, tehát Kadyrov szájhősködött egy kört, és semmi. Tehát azért az, hogy a orosz politikai elit kivárt, az egy elég jó megfogalmazás, nagyon erősen, ami azért nem a központi hatalomnak a potenciáját növelte, meg elejét sugározta, és ami még érdekes volt a pártoknál, hogy a liberális demokraták, vagy mi a fene, tehát a volt Zsirinovszki, ugye már meghalt az ő pártja, ez ugye a Kreml kompatibilis ellenzék, ők nagyon erősen elítélték, élesen, tehát ők hazaárulásról beszéltek meg, hogy Prigozsint ki kell végezni. A kommunisták nagyon szőrmentén fogalmaztak, hogy hát, hogy Prigozsin ezt hagyja abba, meg ne hisztizzen, meg viselkedjen felnőttként, legyen jó hazafi, és ezt fejezze be. Nem mondták azt, hogy nincs igaza, azt se, hogy igaza van, azt mondták, hogy hát a sérelmeit most tegye félre. Tehát itt szavak közé bújtatva azért elismerték valamennyire, hogy itt vannak gondok. A többi párt viszont nem nagyon kommentálta az eseményeket, ami azért különösen mondjuk a nemzeti bolsevikok esetében azért a rendszer szempontjából veszélyes volt, hogy ők ebben nem állnak-e bele. Mert nekik azért vannak katonai osztagaik, nagyon erősen nacionalisták, nem feltétlenül szeretik a mostani vezetésnek minden egyes tagját, a háborút viszont támogatják. Tehát egy alternatíva is akár lehettek volna, és az is nagyon érdekes volt, bocs, hogy hoztam magamhoz agadom a szót, hogy mi volt a külfölddel. Amikor látszott, hogy ez tényleg elharapódzik, nagyon árulkodó volt, és ezt azóta meg is írták, hogy nagyon nagy volt a kus nyugatiak részéről, amerikai sajtóba is, annyit erősítettek meg, hogy ez a bombázás, ez tényleg volt a Wagner tábor ellen. Buba szerint még ez is lehetett dezinformáció, szerintem nem, de olyanok mondták, akik jártak abból a Wagner táborba. Tehát nagyon nagy volt a kus. Igyekeztek láthatólag arra törekedni, hogy nehogy akárki is jön ki a buliból, utólag azt mondja, hogy a másikat támogatták, és hogy ez egy külföldi összeesküvés volt, illetve hát az amerikai annyit mondtak, hogy hát azért ott több ezer atomfegyver van, tehát azért ésszel játszunk. Akik kiálltak az orosz vezetés mellett, ez egy vicces csapat lesz, Kazasztán, Belarusz, érthető okokból, majd rátérünk, vicces módon Törökországból Erdogán szultán, ugye azt mondta, hogy volt némi ilyen szimpátia tűnt érzése, hogy 2016-ban ő is átélt egy hasonlót, nem volt jó bulit, de ő azt mondta, hogy nyugalom, önmérséklet, tárgyaljanak, de ő maximálisan támogatja Putyin, csak hogy kezeljék ezt keretek között, ne legyen még nagyobb a baj, Észak-Korea, aminek ugye semmi súlya nincsen az ügyekbe, de ők igen, és azt hiszem talán még Mongólia, és a legviccesebb az Uganda volt, és Uganda bejelentette, hogy hát ha kell, ők még csapatokat is küldenek Putyin védelmére. És itt jön a nagy vicc, hogy Kína mélyen kussolt az egész ügymenet alatt, aztán egy nappal az események után, 25-én hangosan elkezdett ordibálni, hogy hát persze ők 1000%-ban Putyin mellett állnak, és mit képzel Prigozsin. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas sztori volt, hogy ki hogy reagált és mit. Az orosz belpolitikában is azért szerintem érdekes volt, és a tábornoki tisztika se rohant életünket és a vérünket solygó
Tanú Tuvai elvtárs védelmébe, vagy valami, tehát húba már poénkodott is fel, és én is tovább biztos, hogy itt biztos, hogy lesz egy tisztogatás az olasz főtisztek között, hogy ki mennyire volt itt most. Hát azért így lojalitás terén egy kicsit alul teljesítettek. Igen. Még egy ilyen hangzatos kommunikét se, hogy elítéljük, vagy valami. Ami még aznap történt, az az volt, hogy hát a Prigozsin féle Wagner cégnél házkutatást eszközölt az FSB. Igen, hogy az FSB elfoglalt a Wagner központot is. Igen. Harc nélkül, viszont csökéken 4 milliárd rubelt találtak ott ilyen kis kartondobozokban. A rendőrség amúgy néhol másutt is bezárta Wagner toborzóirodákat, szóval ennyi történt. Illetve Moszkvába szétverték az óriás plakátokat. Igen, igen, óriás plakátjaikat sok helyen leszaggatták. Tehát az államnak az egyetlen komoly reakció az gyakorlatilag ez, hogy moszkvai eszméletlen méretű új Wagner széjjel óriás plakátozást azt azonnal leverették. Igen, telepen annyit tudtak tenni így a lelassítása érdekében a Wagnerek, ilyen nagy munkagépeket helyeztek az autópályán keresztbe, meg markolóval árkot martak az autópályába. De és, hát, ahogy a honvédségben én tanultam, volt a jó útakadály az, ami, és itt kellett kurvusba ordítanunk, ami tűzzel van fedezve, tehát ez önmagában nem sokat ér. Lassítani tud, de ez igen, nem igen, állít. Ez nem valósult meg. Igen. És végül is a Putyinhoz hű erők az Oka folyó mentén igen alakítottak ki egy ilyen védvonalat, ez Moszkvától délre található, még egy gyengébben urbanizált terület, igen, és 5 darab híd van ezen a több száz kilométer hosszú szakaszán összvisz, szóval elvileg viszonylag jól védhető. A felvételek tanulsága szerint azért nem vitték túl el, azért nem volt ott se olyan nagy nyüzsgés a hadsereg részéről. A Nemzeti Gárda katonáit lehetett látni itt-ott, viszonylag sok rendőr társaságában. Utóbbiak nem feltétlenül leghasznosabbak egy tapasztalt katonai Wagner ellen, igen, egy állig felfegyverkezett Wagner ellen. A Nemzeti Gárdánál a régebbi belügyi csapatok alakulataira kell gondolni. Tehát igen, a Hubában mi poénkodtunk is amúgy, hogy vajon a hadseregnek melyik részei azok, amik igazán lojálisak a Kreml szempontjában, mert a légierő, mint fegyver, nem az nyilván nem kötődik a Wagner, ez meg a flotta, de a flotta nem csinált semmit, meg azért Moszkvában nem is nagyon tud beavatkozni, légierő az ugye próbálkozott egy keveset, de nem olyan sokat, hát a szárszerű csapatok azok már kevésbé voltak, meg viszont azon belül is különös tekintettel a voltak olyan, a harckocsiz egységek azok még talán úgy, ahogy csináltak volna, vagy csak itt azért kisült az, amit lehetett sejteni, hát a moszkvai erősség egy része az a harckocsi alakulatoknál a fronton van, egy része az meg valószínűleg a díszlépésen kívül szakadó. Hát valószínűleg lett volna egy-két ilyen díszegység, szóval igen, talán a T-14-eseket először a háború során lehetett volna bevetésben látni. Olaszok ellen bevetni az olaszok részéről, igen. De valóban ott komolyabb erők nem voltak, nyilván a Kremlt őrizte egy ezred. Hát igen, hát, de az már régen rossz, hogyha odáig jutnak. Hát ez már nagyon nagy baj. Igen, szóval azért egy kétesélyes volt a dolog. Igen, mondjuk azt közben kell vetni, hogy Moszkva egy 10 milliós város, egy eszméletlen panel és beton dzsungellel, tehát azért oda a Wagnernek ez a 4000 fős első hullámú éke, meg mögötte még 4000 csóka behatol, hát azt megeszi a város, hogyha valami rosszul sül el. Hát igen, hogyha ott lelassulnak a dolgok, összecsapásokba kerülnek, és tényleg el tudnak húzódni, akkor nyilván vége lett volna az egésznek. Igen, tehát akkor ott az lehetett volna egy ilyen 56-ban megpróbáltak bevonulni a szovjetek Budapestre októberben, és nem sikerült a legjobban, vagy mi rosszabb esetben lehetett volna egy 90-es években egy Grozny is. Hát az okán viszont még lehet, hogy át tudtak volna. Ott még két esélyes volt. Minden esetre Prigozsin is ugye emlékezett később vissza, hogy Dmitrij Utkin a csapatokat ténylegesen vezette. A híres Wagner. Igen, ugye ő a Wagner névadója is. Prigozsin állítása szerint a világ legnagyszerűbb stratégiája. És egykori olasz titkos szolgálat. Ő végül is így a
magában úgy sakkozta le a dolgot, hogy hát ez bizony nagy vérfürdőbe torkollana, és nem is biztos, hogy sikerülne. Ez valószínűleg igaz is volt. Tehát az tény, hogy ha elijesztik a Kremlnek a teljes vezetését, akkor lehet, hogy helybe átsétál hozzájuk mindenki, viszont azért ebből tényleg lehetett volna egy polgárháború. Tehát ezt most tegyük hozzá, hogy ez eddig egy ilyen spanyol típusú pronunciamentóra hasonlított a legjobban, ez ugye főleg a 19. század divatban, a hadsereg egy egysége föllázadt, fölvonul a főváros felé, és követeli, hogy legyen ez meg az, aztán amikor eléri a céljait, vagy leverik, akkor visszatakarodik a laktanyába. Ez ugye Latin-Amerikában még a napjaink is szokás, máshol is, nem feltétlenül a rendszer megdöntéséről szól az ilyen. Tehát ez inkább klik harc, durvább. De benne volt a lehetőség, hogy polgárháború legyen. Putyin is azt hozta fel példának, hogy az történt 1917-ben, a lázadók el akarják lopni tőlünk a győzelmet. Hát igen, ez is, meg azért más ilyen analógiák is voltak, az biztos, hogy most a flotta a kormány oldalán maradt volna. Vatrózók nem lázadtak föl. Hát ott... Igen. Arra mennyire lehetett volna számítani, ez kérdés. Az más kérdés, de nem lett. Donetszki csapatok valamiért nagyon nem szerették a Wagnert, rájuk valószínűleg számíthatott volna a fronton. Ott is érdekes különbségek voltak, hogy a donetszkiek keményebben elítélték az egészet, mint a luhanszkiak, illetve a krími, a zaporozsiai és a... Milyen kormányzóságot Herson. Is? Herszoni kormányzóságba kinevezett orosz kormányzók mind azonnal rádióba ordibálva lojalitásukról biztosították a Kremlt. Tehát ez a három volt az, aki azt megtette, ami így elvárható lett volna, hogy azonnal faltófalig elítélem, és csak és kizárólag Putyin cár éljen mindörökké, banzáj. Ezt úgy máshol annyira nem tették meg, tehát mindenki óvatosan kicsit háttérbe húzódott és várta, hogy mi lesz, még Kadirov is egy szintig, bár ugye az arcoskodás. Hát ott volt ugye az a különleges ezred, csak semmit. Nem vette fel a harcot, az is várt valamire, annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt, hogy mit kellett volna tenni. Illetve azért ott is voltak olyan beszámolók, hogy az akmatosok egy része leadta a fegyvereit a Wagnernak, és visszahúzódott, fraternizáltak, cigit cseréltek, stb. El anekdotáztak Bakhmutról, vagy valami lefejezős videóról, vagy valami, de nem volt nagyon harcias a hangulat, és kerülték is az összecsapást, és hát így jött el ugye a vasárnap este. Igen, amikor végül is sor került a megállapodásra. Wagner eredeti követelései ugye elsősorban Sojgu leváltása lett volna, meg Gerasimové. Ugye Valerij Gerasimov ellentétben Sojguval azért egy elég tapasztalt katona, magas rendfokozattal, és hát lényegében az egész Ukrajna elleni támadásnak ő a fő stratégiája. Az eredeti tervek alapvetően amennyire tudjuk, nagy részt tőle, illetve még néhány másik tábornoktól származtak. Hát maradjunk abban, hogy biztosan nem egy Napóleon. Hát jelentősége tőle származtak, de hát ugye azért más tényezők is voltak. Persze. Napóleon is lehet, hogy egy jóval kisebb hadsereggel kevésbé lett volna eredményes. Na, azért bocsi, az itáliai hadjáratban végig légy súlyos létszám hátrányba küzdött, és még Mantovát is kellett ostromozni. Hát igen, úgy néz ki, hogy Gerasimov létszám hátrányban nem teljesítően jól, mint Napóleon, És Huba másik ilyen vicces észrevétele az volt, hogy hát amit kiderült az utóbbi másfél év alatt, az egy nagyon fontos tényező, hogy hát Putyin egyértelműen nem hadvezér. Tehát azért ez is egy... Hát... Igen, Sztálin többet tanult 41 júniusától 43 januárjáig, mint Putyin, ez biztos. Igen. Ami még érdekes a dolgok menetébe, hogy fejezd be a megállapodást, aztán mondom. A követeléseket mondom, csak hogy ezen kívül még ugye nagyon sok mindent megfogalmaztak, hogy véget vessenek a korrupciónak, helyreállítsák a hadseregen belül igazságosságot, új vezetést is kinevezzenek a hadügynek, szóval egy ilyen jellegű követeléscsomag volt lényegében. Hát illetve, hogy teljesszék ki rendesebben a sorozást, meg legyen rendesen hadipar, ez azért némileg egy medvegyel. Igen, ugye ez egy hagyományos ilyen vitatéma Oroszországban, hogy
Kell a hadigazdálkodás, vagy nem? A hadigazdálkodás, mert most már mindenki nagyjából egyetért, hogy kell ennek, Putyin is, meg Medvegyev is szószólója, hogy azt fokozni kell, még jobban, még jobban. Azon a téren ilyen nagyon komoly lehetőségeik, nem hinném, hogy lennének jelenleg, hogy lényegesen gyorsabban tudják ezt fokozni. Hát azért viszont lenne, az lenne, egy... azért bocsi, de lenne. Nem, gondolom. Hát hogyha például elkoboznák a hadi üzemeknek egy részét a mostani oligarchikus tulajdonosi háttérből, és katonai irányítás alá vennék, és nem a Sojgu lenne a hadügy vezetője, és pár gyárost agyonlőnének, hogy mihez tartás véget, szerintem a termelés azonnal 20%-kal emelkedne. És a nyersanyagellátásból azzal foglalkoznának, hogy ne sutyiba exportáljanak Kazasztánon keresztül, amit ugye Prigozsin is felvetett, hogy így meg úgy kicsorog az anyag egy része, meg hogy az elit egy része az semleges országokba jár, és ott átszáll egy másik magángépre, és azzal megy nyugatra, és eldajdajozza a pénzt. Igen, ez azért van. De azért jegyezzük meg, hogy a jelenlegi haditermelők is érdekeltek abban, hogy többet termeljenek. Nyilván, csak nem azon az áron, hogy neki abból kellemetlensége van. Magyarországban is 1848. januárjában futott magától is a hadipar, aztán amikor Kossuthéka az OHB-val álmosították a pesti fegyvergyárat, a semmiből ugyanannyi pénzért kétszeresé ugrott a termelés. Mert addig a magánszektoros tulajnak nem volt érdeke, hogy több nyersanyagból. Hát ezek a részint állami tulajdonban vannak. De van, ami nem. Többnyire megosztott tulajdonban igen, vannak, igen, ugye általában igen. Így működnek. Tehát azért lehetne a hadi vannak ugye alvállalkozók, felülvállalkozók, igen. De nem olyan sok, szóval úgy tőkearányosan az orosz hadipar jóval hatékonyabb, jó, mint mondjuk az nyilván, európai vagy az észak-amerikai nyilván. Termelés. Ugyanannyi pénzből ők jóval több fegyvert legyártanak ezzel. Igen, nyilván, de azért vannak főleg problémák, és a hadügynek a beszerzései, azt megbeszéltük, hogy azok milyenek. A problémák inkább azzal vannak, hogy a például elvileg nagyon-nagyon magukhoz kéne vonzaniuk a munkaerőt, hogy az új gyárakat fel igen, tudják tölteni munkaerővel. És ez nem történik meg, azért nem történik meg, mert hogy a megígért béreket egyszerűen nem adják meg. Hát meg például ilyenkor van az, ez egy komoly probléma. Ha nincs bér, akkor kényszer sorozom a melóst, érted? Raboknak nem muszáj frontra menni, az dolgozhat a hadiparba is. Érted? Meg a munkanélkülnek is lehet kényszer munkakötelezettséget bevezetni. Próbálnak rá megoldásokat hát találni, messzebbről behordani a munkaerőt, meg biztosítani a szállítást, igen. Csökkenteni az elvárásokat. De nem megy jól. Tehát ezt valljuk be ahhoz képest, hogy mi Oroszország hadipari potenciája, és a valóságban mit teljesítenek, ez nem jó mozgósítás. Jó, de ezen a téren sokkal közelebb állnak a potenciáljukhoz, mint mondjuk az élőerőben. Hát az igaz. És alapvetően a Wagner, meg sok más szervezet, sok katonai és politikai vezetőnek ez a fő problémája jelenlegi orosz vezetéssel, amit próbálnak részint Sojgura, részint Gerasimovra hárítani, holott hát valószínűleg Gerasimov például hát, szintén örülne tehetsz, annak, hogyha igen, több katonája lenne. Ez inkább Sojgunak a sala. És részben ugye Putyiné. Igen. Ugye a mozgósítást mindig szereti elhalasztani. Prigozsin már 2022 nyarán azt mondta, hogy Ukrajnában egy 6-800 ezer fős igen. Haderőre van szükség a győzelemhez, mert ugye az akkor ott lévő 150 ezer orosz, meg 50 ezer szeparatista katonával, 200 ezer katonával. Meg mondta, valamennyi Wagner-os, meg valamennyi csecsen, tehát azért kicsit... Nagyjából vereséghez elég. Igen. Ahhoz képest ugye történt egy növelés ősszel, de utólag ezt se tartják már elégnek, mert ez lényegében egy 3-400 ezer fő közötti ukrajnai haderőt eredményezett csak. Hát annál kicsit több, mert azért... Nem kicsit több, 400 ezer a maximum becslés. De az a regulárisokra van. Nem, ez a teljes haderőre, az ukrán becslés szerint 400 ezer főt is elért az orosz haderő Ukrajnában, és de ez az a... az orosz haderő, abban nincsen benne a Wagner, meg nincsen benne az Akhmat. De ebbe bele van számítva minden. Nem. Jó, de ezen most ne vitatkozzunk. És ez a júniusi jelentésük, mert régebben még ilyen 300-350 ezer főről beszéltek ők is télen meg tavasszal. Igen, régebben kevesebb. Szóval csak szerintük is csak mostanra ért el a 400 ezer főt, és ehhez is lehet valami köze annak, hogy a ellentámadás nem halad jó, és ezt valamivel magyarázni igen. Kell. Szóval most se feltétlenül ért el. De szerintem még számot. Több is amúgy az orosz csapatok száma, de mindegy. Nem, az egyáltalán nem. Szerintem igen. Az biztos, hogy
nem jó megy, most a létszámnak lehet az is egy indikátor, hogy nem biztos, hogy van annyi felszerelés, amennyi kéne, viszont azt már ennyi idő alatt be kellett volna állni kőkeményen, hogy gyártsák rendesen, és ez nincs megszervezve. A gyalogsági felszerelés az egyik legolcsóbb része Igen. ennek a És háborúnak. még sincs elég belőle, ez Szóval látszik. ahhoz képest havi szinten legyártani 500 cirkáló Hát rakétát, meg jó, figyelj, ballisztikus, meg nyilván, nem legyártani, hanem persze, felhasználni, nyilván, valami, az egy... nyilván valaminek objektív okai vannak, hogy nem biztos, hogy lehet fokozni, amikor ennyi csippet tudnak innen-onnan összegányolni nyugatról, akkor nem tudnak, hiába gyártanak kétszer annyi rakétát. Én ezt elfogadom, de azért a... A gyalogsági felszerelésnél, meg a tüzérségi lőszernél igenis az államnak oda kell csapni, és akkor az hirtelen lesz. Tehát hát ez azért... tüzérségi lőszergyártás az meg is szaladt. Hát a szóval szalad. Azon a téren szép eredményt Igen, értek az el. Sokat javult, de azért... Bár nyilván ott is használnak külföldi gránátokat, igen. Hát meg részint lesznek Kínából, Észak-Koreából, Iránból, igen. Tehát az más Iránból is mondjuk kínai gránát jön a amúgy, tapasztalatok szerint. Mindegy, nem rossz az annak a minősége, a célnak megfelel, de a lényeg az az, hogy azért itt az államnak igenis ebben jobban bele kéne nyúlni, mert Oroszország kb. Most tényleg azt csinálja, mint amit a Németország 41 nyarán, hogy úgy ugrott neki a Szovjetuniónak, hogy nincs teljes ipari mozgósítás, hanem működtetnek egy ilyen vegyes gazdaságot. Hát ami... a német ipari mozgósításnál még mindig jobban jó, hát mozgósítják az iparukat. Azt nem ott nehéz felülmúlni. Ott lényegében Sztálingrád utáni ugrottak neki igen. komolyabban. Na most igen. már tényleg igen. fordítsunk egy nagyobb hangsúlyra termelésre. Igen. Na jó, tehát visszatérve még az eseményekre, az, ami még nagyon-nagyon érdekes, és ezt nem nagyon írták meg, úgyhogy ezt most büszkén a kedves nézők elé tárjuk, hogy hogy is zajlottak ezek a kis tárgyalások, amikor az állítólagos megegyezés, amit egyik fél se tart azért be. Vezettek. Állítólag úgy nézett ki, és ezt azért az akaratlan hős, aki mint Pilátus a krédóba úgy került az egészbe, hát ki más, mint a jó Lukasenko, Belarus elnök, is megerősítette, illetve ő maga is szivárogtatta ki egy részt, nyilván kicsit magát fényezve. Ez úgy nézett ki, hogy Prigozsin vadul hívogatta valószínűleg Rostovból, de nem tudjuk, hogy ő végig ott volt-e. Egyesek szerint fölment Voronyezsig, mások szerint nem. Vadul hívogatta a Kremlt, és Putyin nem volt hajlandó felvenni a telefont, illetve utasította a segédjeit, hogy mondják meg, hogy Prigozsin az menjen a jó búzsba, ő nem beszél vele, ez az ő indukája, hogy valószínűleg ott volt. És akkor hát az elnöki adminisztráció különböző vezetői, bizonyos Anton Vajnó, meg Nikolaj Petrusev, ugye Putyinnak a volt FSB-s kollégája, illetve bizonyos Boris nem is tudom már kicsoda, aki a belorussziai nagykövet volt, ők hárman próbáltak az őrjöngő órákon át káromkodó és üvöltöző Prigozsinnal valami tárgyalást folytatni, ami nyilván nem ment olyan jól. És itt feltehetőleg a volt belorussziai orosz követ javaslatára, aki nem tudom, hogy keveredett ebbe vele, lehet, hogy éppen véletlenül ott volt, telefon közel vagy valami, előkerült, meg valószínűleg magát is ajánlgatta, hát az öreg Lukasenko, akinek azért tegyük hozzá, a torkán volt a kés ebbe a buliba, mert ha Oroszországban ez a kicsit nagyobb zűrzavar még kicsit nagyobb lesz, és még kicsit tovább tart, ő könnyen kaphatott volna az arcába egy inváziót Belarusziába. Ezt nem nagyon mondják, de ez volt a lecsapódás a sztorinak, hogy a belarusz ellenzéknek az ilyen emigráns kormányként funkcionáló mindenfajta szervei két pofára elkezdtek arról ordibálni, hogy itt a most vagy soha lehetőség, ezt ki kell használni, és meg kell dönteni Lukasenko rezsimet, és kelljen fel a nép, kelljen fel a hadsereg, és ők majd segítenek Lengyelországból, Litvániából, Ukrajnából, mindenhonnan lényegébe. Na most Lukasenko ezzel nyilván úgy volt, hogy Isten, a végén még ez meg is történt, és ő azért nem olyan népszerű, mint Putyin. Putyin sem a világ legnépszerűbb belföldi vezetője, de azért van egy támogatottság. Hát Lukasenkónak olyan nagyon sok nincs, neki azért kell a stabilitás, nem mondom, hogy megbukna magától, de azért, hogyha kap az arcába Lengyelország felül egy pahónia ezredet, ami benyomul, nem biztos, hogy a belogosztisztika az úgy lett volna vele, hogy ő Lukasenkóért az életét akarja adni. Főleg látva, hogy Oroszországban ez a káosz van, közben ugye éppen ott ment az orosz atomrakéta szállítás is jobbra-balra. Lukasenkónak ezért nagyon létkérdés volt, hogy ez minél gyorsabban véget érjen, és hát
felajánlotta a szolgálatait, vagy fölhívták. Mert ugyanis az volt a tárgyalásnak a rákfenéje, hogy Prigozsin egy idő után azt felfogta, hogy Putyin nem hajlandó el szóba állni, viszont akkor között, hogy oké, tárgyaljunk, de csak és kizárólag A-kategóriás politikai vezetővel. Tehát legalább miniszterre. Tehát ilyen elnöki, tanácsadó, meg ilyen semmilyen nem kötelező szaljankó, táskahordozó az neki nem magyarázzon. A-kategóriás vezető. Most ki lehet? Tehát lehetne Sojgu, hát neki a fejét akarta konkrétan tálcán, ezt meg is mondta. Lázadás befejezésének feltétele, hogy Gerasimov és Sojgu feje tálcán. Ezt állítólag szó szerint kijelentette. Akkor lehetett volna Medvegyev egy relatíve súlytalan figura, meg ő azért úgy letette a garast, hogy Prigozsin az hazaáruló. Lehetett volna Lavrov, Lavrovot nem tudom, hogy éppen hol rekesztették el, vagy nem volt elérhető, vagy fogalmam sincs. Más olyan hangsúlyosabb tényező azért az orosz kormányban nem nagyon van. És akkor jött, hát jó, hát mégiscsak Belarus elnöke az egy A-kategóriás politikai megmondó ember, elnök. És ugye Prigozsinnak kellett egy menedékhely, ahova ő elvonulhat, mert ez volt a megállapodás egy fontos feltétele, hogy elvonulhat a búzsba, Belarusba, és mehet vele a Wagnerből, aki akar, nem kötelező a hadügyhez szerződni. És hát ott azért elég érdekes dolgokat mondott az öreg Lukasenko, hogy hát órákon keresztül ők is csak káromkodva ordibáltak egymással, ezt felolvastam ugye a Hubának, hogy 10 mondatból 9 az a káromkodás volt, utólag visszahallgatta magyarán, ő ezt felvette, és hogy hát hetedszeri nekifutása, tehát hetes nekifutás után jutottak el odáig, hogy értelmes beszélgetést tudtak folytatni valamikor vasárnap este felé. Ezt nem tudjuk pontosan mikor, az biztos, hogy ugye a Wagner csapatok... Hát, hogy 9 óra lehetett óra meg körül, a igen, és ezt 11-re erősítették meg. Keringett már a CNN-en este 10 magasságába, hogy válítólag vége, és úgy látszott is, hogy némileg megkönnyebbültebbek a Wagneros figurák, ott Rostovon ott azért voltak nyugati sajtóstábok, akik forgattak. Nem olyan nagy a feszkó, meg hogy megállt a menetelés, de hogy tényleg meg is állapodnak el, az olyan 11-re lett hivatalos, hogy igen, és a megállapodás részlete ugye az volt, hogy elméletileg az orosz vezetés megígérte, hogy nem kapnak büntetést, Prigozsin megtarthatja a vagyonát, elvonulhat békésen Belarusba, megmarad a cége, tehát nem szántják be, mert ő a Prigozsinnak a lázadás ezért indult, hogy Wagnert meg akarják szüntetni. Hát a... Igen. És hogy aki akar, annak nem kell szerződést kötni a hadügyjel, hanem maradhat csak Wagneros is. És hogy kegyelmet kapnak, és nem lesz retorzni, most azért nem egészen tartják be, ez már most látszik, mert Sojgu olyan szinten lett levált, hogy azonnal leindult Kelet-Ukrajnába csapatot látogatni. Igen, itt volt egy ilyen jelölt is, hogy ki lesz Sojgu helyett, ez Alexei Diumin nevű férfiú került megnevezésre, aki korábban a GRU-nak volt a parancsnoka, és hát akkor éppen Tulai kormányzó volt. Nem biztos, hogy sokáig az lesz még. Igen, szóval, hogy ő lesz hadügyminiszter, de... Igen. De maradt Sojgu, maradt szóval... Sojgu, tehát Prigozsin tulajdonképpen, többen mondták, hogy ennek a Prigozsin és alapvetően nem is Putyin, hanem Sojgu párharcnak még nincs vége, mert én sem lennék meglepődni, hogyha Sojgu Minszkbe küldene bérgyilkosokat, Prigozsin meg Moszkvába, hogy ezt így valahogy rendezzék. Ennek nincs még teljesen vége. Az látszik, hogy a Wagnernak egy része az áttelepül Belarusziába. Áttelepül Belarusziába, igen. Kaptak egy laktanyag Mogilev régióban lévő... Mogiljov, azt úgy mondják. Ozipovicsnál hozták létre ezt a tábort, ez elméletileg 8000 fő számára is elég lehet. Hát valószínűleg legalább annyi oda is fog. Hát ez Minszkhez van inkább közelebb. Igen. És azért valószínű az is, hogy a családtagjaiknak egy része is egy kisebb ilyen exodus keretébe odavonul, mert azért ugye Prigozsinnak is állítólag a megállás egyik oka az volt, hogy elkapták a Igen, állítólag több Wagner vezetőnek a családtagjait is elkapta az FSB. Ez majdnem biztos, hogy egy kis nyomást gyakoroljanak. Igen, tehát ezt ellenzéki olasz források megerősítették, hogy a mezei Wagner tagoknak a családjait a helyi rendőrség kezdte elég bunyesz módon cseszegetni nagyon gyorsan.
és a felsőbb vezetésnek meg konkrétan összegyűjtötték a rokonságát, meg közvetlen családtagjait, hogy hát akkor ti most kvázi túszá lettetek nyilvánítva. Igen. Meg hát ez azért ez a 4 milliárd rubelt elkoboztak tőle, az szerintem az is kicsit úgy szíven csapta. Igen, igen, ott a Wagner központban igen, lefoglaltak mindent, amit találtak. A Katalin cégét is állítólag megszállta a Szentpétervári rendőrség, szóval ő azt is szerette volna vissza, azt a legendás Katalin cégét. Igen, a vádakat 27-én tényleg visszavonták, igen, szóval néhány nap múlva. És még szabadkozott is az orosz igazság, úgyhogy hát nem ment olyan gyorsan a törlés, mint ahogy akarták. Hát a bürok a bürokrácia bizony. Felülír minden megállapodást. Igen. Igen. Tehát ez volt nagyjából a hiteles Wagner zendülés, ahogy mi láttuk. Igen, és... De még kiderülhet sok minden. És ugye voltak a tábornokok között ennek vesztesei. Hát, Szurovikin nagy-nagy vesztese volt. Hát Armageddon tábornok azóta letartóztatásban van, meg házi. Igen, üzemben. Állítólag. És ez talán annak köszönhető, hogy az amerikai melyik hírügynökség is? Wall Street Journal talán. Igen, minden esetre ők meg nem nevezett belső informátorra hivatkozva. CIA, igen. Azt nyilatkozták, azt hozták le, hogy hát Szurovikin tudott az összeesküvésről, és hát Szurovikin eleve jó kapcsolatot ápolt Prigozsinnal. Hát sőt, hát ugye azt hiszem a New York Times azt is írta, hogy Szurovikinnak konkrétan Wagner tagkönyve is van, meg hogy fizetést kap onnan. Szóval ez... Igen. Nehéz ez, ebből ő nem fog jól kijönni valószínű, nem valószínű, hogy a brács mögött kellene maradnia, de az, hogy az orosz haderőnek meddig lesz tábornoka, az kérdéses. Nyugdíj rosszabb esetben elüti egy teherautó valahol, de azért a Prigozsin környékén szaladozó figuráknál is, tehát azért a nyugati hírforrásokból azt tényleg utólag elég jól megerősítették azt, hogy valami kapcsolatfelvételi kísérletei Prigozsinnak lehettek, és ebből ugye ez a Grikin-Strákov vonal beleillik, hogy és hogy állítólag júni 10 után döntött el, hogy tényleg lép, és hogy egy-két nappal későbbre tervezte, tehát valószínűleg vasárnapra. Valljuk be, van benne logika, a vasárnap ugye hétvége, június, stabil mennek, nincsenek bent, stb. Tehát lett volna értelme, de ugye kezdett kiszivárogni, illetve volt ez a solygóval még jobban való eldúvulás, meg ez a bombázás, és akkor úgy döntött, hogy akkor menetelünk Moszkvába. Logikusnak tűnik. Tehát amit a Wall Street Journal írkál, abban nekem van logika, egy logikai láncba jól beilleszkedik, és az is, hogy miért ilyen lett, mert Huba is értetlenkedett, meg én is, hogy mi a fenének vonulgatnak ők így föl. Igen, felteltőleg ezért, mert nem ez volt az eredeti terv, hanem egy leszámolás Rostovban. Igen, és ugye úgy tűnik, hogy egy másik tábornok megnyert a pucskísérleten, vagy látás kísérleten. Lapin. Hát Lapin ezúttal nem nyert rajta. Nem nyerhet mindenem. Bár megvan-e rá a hajlama. Lehet, hogy nyerni a belgorodi győzelmét igen, figyelembe véve. Lehet, hogy nyerni fog, mert... De Viktor Zolotov, a nemzeti gárda parancsnoka nyert ezzel őt egyrészt nagyon sokat dicsérte Putyin is utána. Hát lojális maradt, igen, és hajlandó volt megmozdítani a seggét, és csinálni. És hát a nemzeti gárda szerepét ezek után Ukrajnában is növelni kívánják. Ez nem lesz olyan jó. A Wagnertől elkobzott nehéz fegyverszetet a nemzeti gárda kapja meg, úgy néz ki, és másfelől nyilván haderővel szemben is fenn akarnak igen, tartani továbbra is egy valamilyen szintű ellenpórus, szóval ezért is, hogy a nemzeti gárdán erősítenek. Szerintem esélyes amúgy, hogy Medvegyevnek a szerepe is nőni fog, sőt, talán még az is, hogy a pártnak a korábban megszüntetett ilyen félhivatalos párt milíciáját, ami ugye ment a húzakodás, hogy azt akkor inkább Medvegyev, vagy inkább Putyin irányítgassa, még ott az ukrajnai háború előtt volt ugye egy ilyen nási nevezetű ilyen ifjúsági mozgalom, ami elég masszív fegyveres kiképzéseket kapott az ilyen hazafias táborokba,
szerintem ezt lehetséges, hogy újra elő fogják szedni, mert azért az nagyon megmutatkozott, és ez jó volt a nyugati elemzésekben, hogy a teljes apátia van az orosz lakosságban, hogy a politikai vezetést azt mit csinál. Hát, tehát a nép nem áll ki. Azért ugye itt az volt a helyzet, hogy Putyinnak is megvan egy bizonyos népszerűsége, igen, meg Prigozsinnak is, és ugyanazokban a körökben igen, népszerűek. Igen, tehát a két kör szóval az metszette egymást, igen. Van nyilván egy vége, akik számára Prigozsin nem elfogadható, igen, de egy jelentős átfedés van nagyon rajta, nagy, akik hát ugye nem feltétlenül tudtak dönteni. Hát jó, de ha a pártnak konkrétan van egy ilyen félmagánhadserege, érted, ami ugye a nemzeti bolsevikoknak megvan, igen. Tehát a pártnak van egy konkrét félmagánhadsereg, annak tök mindegy, hogy Prigozsin, maximum pár nagyon szájas Prigozsin hívőt ott belsőleg elintéznek, és akkor többi megy ki, érted. De ez most nem volt meg. Igen. És a másik, ami még azért látszott, hogy azért recseget ropogott. Tehát nem mondom azt, hogy bukás közelben volt Putyin, de tényleg recseget ropogott azért a szisztéma, tehát nem mentek ezek a dolgok úgy maguktól olyan olajozottan, még a tájékoztatás szintjén se. Meg más bajok is azért kiderültek, tehát itt azért el kell gondolkodniuk azon, hogy és mint a továbbiakban, mert jó, ezt most kezelték valahogy, de ettől azért kedvet kaphatna a más is, aki elégedetlen, hogy na, akkor föllázadok, és akkor elindulok Moszkva felé. Igen, hát most a tábornak ikarba nyilván lojálisabb embereket akarnak lesz, majd igen. Jobban előtérbe helyezni. Igen. Ez az egyik, más ez a Nemzeti Gárda megerősítése, a Wagnertől elkapott nehéz fegyverzetet valószínű ők fogják megkapni. Másfelől ugye a Wagner jövőjéről hát is szóljunk egy igen, keveset. Az nagy kérdője, hogy azzal mi lesz. Mert elvileg annak ellenére, hogy a toborzó irodáik ezután újraintottak, mint hogyha mi se történt volna. Oroszország. Július 1-én meg fog szűnni, ezt leszögezték azóta újból, Prigozsin ezt átverésnek tartja, mert neki nem ezt ígérték, valószínűleg az lesz, hogy megszűnik Oroszországba, és Belarusba működik tovább, mert azt én elképzelhetetlennek tartom, hogy az egész céget egy az egybe beszántsák, mert tizenvalahány afrikai országba plusz Szíriába vannak kínzsoltosai. Hát Afrika miatt valami biztos ki kell találni. Tehát nem tudják egy az egybe bedarálni az egészet, mert az oroszok a gyémánt bányáktól kezdve az aranybányákig buknak egy csomó mindent Afrikának a belső vidékein. Szudántól egészen Mauritániáig. Meg nyilván Wagnernak meg lesz maga szerepe Belorussziában, és ott Lukasenkónak ez egy stabil támasz. Igen. Jól jön az, hogy ott van jó sok zsoldos, aki jellemzően nem mondja Belarusz, és még kicsit talán hálás is neki a vezetők, biztos, mert kvázi benedéket ad neki. És hogyha esetleg bereng megint a hatalma, meg a sejeg, vagy esetleg Oroszországgal kapcsolatban romlik a viszony, azért ezek jól jöhetnek biztonsági tartaléknak. Igen, és még egy apró módosítást eszközöltek a megállapodáson, apró. Orosz részről, mégpedig, hogy a felkelésben résztvevő Wagner tagok nem írhatnak már alá szerződést igen, a hadügyjel. Igen, viszont a büntetlenség az olyan szempontból azért áll, hogy hát börtönbe nem kerül. Az áll. Tehát a csesztetés az megy ugyan a hatóságok össze, hogy húzza fenébe, de sitre nem vágják, nagyon nem lövik, megtizedelni nem tizedelik meg őket, nem küldik el őket büntető alakulatba. Megleszerelhetnek hazamehetnek, igen, tehát, szóval. Tehát a nagyjából azt tartják, hogy nem élezik még jobban a szitút. Nagy kérdés, hogy ebből még mi lesz. Mi azon vagyunk mindkettő, hogy ennek a Sojgu Prigozsin ügynek ennek nincs vége. Tehát szerintünk jobb lenne, hogyha a Sojgut kineveznék Tanu Tuvai kormányzónak, aztán jó messze kerülne, mert úgy talán egy kontinentnyi távolságról nem kavarnának annyira. Hát igen, másrészt még egy-két gondolat arról, hogy miért nem tett esküt a Wagner a hadügynek, miért nem írt alá, mikor mindenki más aláírt. Hát megszintették volna őket azért. Nem, azon nem szintek volna meg, azt Wagner mint szervezet írta volna alá. Jó, értem, de hát szétvezényelték volna őket, ez egyértelmű. Hát az logikus lépés volt, hogy egyben nem akarják őket tartani. Hát de ők meg egyben akartak maradni. Egy összeszokott zsoldos trupp az úgy van biztonságban, hogy egymás seggét fedezik, meg egymás disznóságait takargatják. Ez a ókori görögöktől kezdve a 1900-as évekig mindig így volt.
Érted. Hát igen, de hát egyszerűen valahol itt volt egy felfogás béli nehézség, vagy nem tudom, Igen, hogy ez is mondjam, szóval ezt igaz. kötelezőnek gondolták Putyinék, Igen. És Prigozsin úgy gondolta, hogy hogy nem ezen kötelező. Tud változtatni. Nem, nem csak, hogy nem kötelező, hanem majd ő megmondja megmondja Putyinnak, igen. Majd hogy én azt mi legyen, tudom, hogy igen. legyen. És hát ez azért egy igen. nehéz dolog, és a másik érdekessége ennek meg az, hogy régebben a Wagner szerette volna folyamatosan, hogy rendezzék a jogviszonyát, hogy ez legyen hogy, lepapírozva. Igen, hogy nyugdíjat kapjanak, meg ha meghalnak, a család kapjon támogatást. Ezt a point azért mondva, hogy Prigozsin mit nyögött be szokásos... Ja, így a végén. Igen. Végén így zárásképpen lassan, hogy Prigozsin hogy értékelte ja, ezt. Egy poén én, hogy 20, amikor vasárnap este vége volt, éjfélet nem sokkal közölte, hogy hát minden normális, feldobtuk a hangulatot. Tehát ez volt az egyes számú értékelés osztomban, amikor való igaz, hogy ott a nép tapsolva, újongva fogadta a híreket, többen oda mentek vele fotózni, szelfizni, pacsizni, hát ezeket, hogy utána milyen gyorsan gyűjtette be az FSB hétfőn reggel, azt nem tudom, de milyen gyorsan vették az irány Belarusba, azt se tudom, de ilyen volt. Tehát a nép az tényleg örült az helyzet hát rendezésének. Hát biztos. Sokan. Sokkal, hát azért Rostovban az utcán ott tömegek csápoltak nekik, meg mondom, virágot hordtak nekik oda, meg édességet. Hát jó, a felvételek alapján azért nem volt ott véletlen a város teljes lakossága, de azért, igen, volt támogatás, tehát Prigozsin ezt elsőre így értékelte, és utána jössz a te szövegeddel. Ami a igen, Prigozsin értékelte magát a hadműveletet is, amit ugye Dmitri Jutkin levezényelt, azt a 780 kilométeres hosszú menetelést. Menetelést, hogy hát ez mintaértékű volt, és megmutatták az orosz regulár csapatoknak, hogy hogy kell ezt kivitelezni. Igen, és hogy Sojgu bezzekből, Belarusból Kijevig nem jutott 70 kilométeren. Felhozta példának, hogyha Csernobil irányából Kijev felé meginduló csapatok ennyit mentek volna, akkor Ungvárig jutnak. Nem örültem volna az orosz tankoknak Ungváron, ezt most helybe kell kijelenteni, nem mint hogyha az ukrán tankoknak örülnék Ungváron. Ungváron én csak a magyar harckocsiknak örülnék, még hogyha azok leopárdok is. De igen, na mindegy, ez volt a nacionalista egy perc. És volt még egy másik szövege, hogy a halottakról majd. Azért csak kiderült, hogy azért több tucat ugye halott volt. Mert Prigozsin ezt a között, hogy hát egy csepp vér nélkül megoldottuk. Azért kiderült, hogy... Igen, azon a hét repülőn meg helikopteren minimum voltak 13-an, meg ugye most igen. Miklós is mondta, hogy lehet, hogy volt még azon kívül is. A reguláris csapatok vesztettek 30-at, és a Wagner is kb. Prigozsinot persze a bőséges kártérítés, legalábbis azt mondta, igen, hogy a családtagoknak majd... Hát ezt valószínűleg tartani is fogja, tehát ilyen szempontból szavatartó a fickó, a kegyelmeket is elintézte a rabjainak, tehát amúgy ami még érdekes, hogy hát a Wagnerhoz két rész volt, ami teljesen nyíltan csapódott, amit az ilyen reguláris seregből átálltakon kívül, ugye a Uba kedvence Ruszics. Hát az eleve a Wagner alárendeltségében igen, de működik, nem meg is nekik is dolgozik. Uba poénkodott azzal, hogy pedig micsoda jó népjóléti miniszter lett volna a Ruszics vezetője. Igen. Ja, Márcsikov. Igen, hát, igen, hát ugye... A lefejezős videós csávó. Igen, a kutya lefejezős igen. videóival, amit még itt rendkívül ifjú korában készített azzal a hozzátoldás, hogy a hajléktalanokkal is így kéne eljárni. Igen, tehát igen, a roppant hát... kedves ember. És a másik rész, ami azért egyértelműen csapódott, az az orosz kormányzat nagy találmánya, a Storm Z büntető zászlóaljak voltak. Igen, ami lényegi... de ez már kicsit korábbi dolog. Igen, de tavasz. De kapcsolódik. De csapódtak ők is a Wagnerhez, pedig ezeket pont azért hozták létre, hogy ne a Wagnerhoz kerüljenek a sittesek. Mikor csapódtak? Én ilyesmiről nem. Már csapódtak. Storm Z-nek, amit találtak keleten és nem fronton volt, az csapódott hozzájuk és menetelt. Ez még az események alatti híadás. A Storm Z-ről vagy Z-ről. Annyit érdemes tudni, hogy miután februárban a Wagnernek megtiltották a fegyencek toborzását, utána nekiállt a hadügy. Igen. Valószínűleg áprilistól álltak ennek ennyi. Neki,
és májustól ez már törvényileg is lehetséges, május végétől. És amnestia van, csak hogy nem 6 hónap után, hanem... Igen, ott is van amnestia, csak ott az egész háborúra kellene, háború végéig ott szolgálni. És oda is súlyos nem ilyen erőszaktevő, sorozatgyilkos, terrorista és kém, illetve hazáruló. Nem, azon kívül mindenki szabadon mehet, bár ez a valószínűleg a súlyos nemi erőszak tevő meg egyedeknél a, alapvetően a pedofilokra vonatkozik. Valószínű, hogy a, az aláíró Wagneresek is oda kerülnek, mint a, annak a tiszti altisztikara. A keret állományos tisztikar, igen. A Wagner lázadás előtt Prigozsin szerint mindössze 1-2% írta le, hogy egy magánemberként is át lehetett igazolni a haderőhöz. Peszkov szerint azért ez jelentősebb volt. Hát 10% alatt volt és, nyilván. És hát most nyilván, aki biztosra akar menni, hogy továbbra is Ukrajnában harcolhat, az alá fog írni. Aki inkább a közép-afrikai köztársaságban vágyik, az nem. Igen, van egy-két másik zsoldos vállalat is, amivel meg lehet próbálkozni kétség kívül, illetve a csecsenek is alkalmaznak zsoldosokat, szóval azért van előttük lehetőség. Igen, az érdekes felvetés. Vagy hát akár még az francia idegen légió is lehet, hogy szeretettel várja őket, vagy valaki. Tehát... ki tudja. Akár adott esetben még a Balkánon is szerencsét lehet próbálni. Hát reméljük, hogy lesz köztük, aki inkább könyvet ír belőle. Mint amúgy hogy... igen, erről érdekes lenne néhány memoár, hogy érték meg ezt a 36 órát szemben a Kremlel, vagy valami ilyesmi. Az Oka folyó partján, Rostovtól az Oka folyóig. Akkor már inkább a Popasznai átteréstől az Oka folyóig, hogy legyen benne. Ukrajnától az Oka folyóig, igen. Igen, vagy hogyan lettem hősből körözött szökevény. És alcímeket gyorsan tudnánk ajánlani. Na, hát szerintem ezt kiveséztük. Igen, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. A viszontlátásra. Ciao. Ez jó lett.